Ez itt a Flaster, üdvözlöm Önöket, György Zsombor vagyok, Dévényi Istvánt helyettesítem, aki most messzi vizeken jár, de jövő héten már itt lesz újra köztünk. És üdvözlöm is vendégeinket, Bálint Orsolyát a Népszavától. Sziasztok! És Albert Enikőt, a Magyar Hang munkatársát. Üdvözlök mindenkit! Itt a friss újság, péntektől szokás szerint kapható. Tar Zoltán református lelkésszel készült a címlapinterjúnk, ő ugye most már EP képviselő jelölt is, ajánljuk szeretettel, ahogy azt is javasoljuk, hogy fizessenek elő az újságra, vagy hogyha nem akarnak nyomtatott lapot olvasni, akkor a Magyar Hang Plusz csomagot is választhatják, hogy ez egy online előfizetési forma, és hozzáférhetnek így is a cikkeinkhez. Még egy technikai közlemény, hogy május 1-én lesz a következő kötöttfogás extra felvétele. Ha szeretnének jönni, akkor várjuk Önöket szeretettel. No, csapjunk bele. Kicsit váratlanul fog érni titeket, mert nem beszéltük meg előre, de hát engem nagyon megérintett Szent Király Alexandra a hét pontja, a hétfogás, amivel Karácsony Gergelyt ki akarja ütni a pozíciójából. Nagyon mélyen szántó gondolatokat ismerhettünk meg ugye szerda este. Hát persze ki kell szabadítani Budapestet Gyurcsány fogságából, ez nyilvánvaló, ugye ez nem hiányozhat egyetlen fideszes felsorolásból sem, de hát itt olyan nagyon mélyen szántó gondolatok vannak még, hogy otthonossá és élhetővé tesszük Budapestet, illetve újra nagyjá tesszük a nemzet fővárosát. Ez a hatodik, illetve a hetedik pont volt, előtte még beszél arról, hogy fel kell számolni a közlekedési káoszt, tisztaságra van szükség, fel kell számolni a pazarló bürokráciát. No, hát újra nagyjá tesszük a nemzet fővárosát. Hogyan kell újra nagyjá tenni a nemzet fővárosát? Mitől volt nagyobb régen, vagy mire gondol, csatoljunk hozzá településeket, hogy nagyobb legyen a lélekszáma, vagy szerintetek ez alatt mit kell érteni? Hát nekem ez a pontokhoz még az hiányzik, hogy legyen világbéke. Tehát ez körülbelül... Felírjuk. Szerintem illene ebbe a sorba, tehát olyan konkrét ez is, mint a felsorolt pontok. Nem tudom, hogy mi van mögötte, de én leginkább arra gondolok, hogy nem gondolják ezt komolyan, ezt az egészet. Leginkább Szent Király Alexandra indulását nem gondolják komolyan, és így kb. Ennyi energiát tesznek bele. Uh-huh. Csak mert ugye Budapest mindig is egy kemény dió volt a Fidesz számára, most ugye a tarlós korszakot valamennyire leszámítva. Emlékezhetünk például ugye Schmidt párra is, aki jelölt volt, és őt az akkori vitában sikerült azzal megfogni, hogy nem tudta, mennyibe kerül egy BKV bérlet. Oké, de azért programok voltak. És talán fel is tudunk idézni pár ilyen ma már kicsi viccesnek tűnő programpontot, hogy nem emlékeztek ilyenre, hogy volt, hogy vezessük át az autóforgalmat Budapest alatt egy hosszú alagúton, ami egyébként jól hangzik. Nyilván science fiction volt akkor is, most is, de legalább valami, amit majd nem tartanak be. Hogy ingyen BKV, emlékeztek, voltak ilyenek. De hogy most ez sikerül megszülni, hogy otthonossá és élhetővé teszi Budapestet? Ha valamivel tudna érvelni az, hogy kapjon pénzt a fővárost, mivel hogy Fidesz diszponál azért nagyon sok forrás fölött, és tudjuk, hogy ilyeneket, mint a nem is tudom, hát konkrétum nincs benne, ugye, tehát nem tudom azt mondani, hogy de például a BKV-t, vagy a közlekedést azt lehetne hatékonyabbá tenni, hogyha több forrást kapna a főváros erre. De akkor nyilván lehetne ahhoz is kötni. Én nem hiszek abban, hogy Szent Király Alexandra tudná felszámolni Budapesten a bürokráciát. Miért gondolom ezt? Mert az ő képviselőjük is ott vannak a közgyűlésben, meg a polgármesteri hivatalokban. Tehát azt gondolom, hogy ez erre esély sincsen, és nyilván ez bele van kalkulálva valamennyire a büdzsébe. Amúgy Magyar Péter mondta azt, hogy
és több olyan szakpolitikus, tehát aki ilyen városfejlesztéssel foglalkozik, az az egyik legnagyobb probléma Budapesten, hogy minden másnak a kezében van. Tehát az út egyik oldalán az egyik kerület, a másik oldalán a másik kerület, közte a közút, rajta a BKK, aztán még a BKV, tehát hogy van egy ilyen hatalmas nagy káosz, amiben mindenki kiskirályként a saját területén uralkodik. Hát ezt sem hiszem, hogy a Fidesznek érdeke lenne bármikor is felszámolni, mert pont ez az obstrukció, a lételemük gyakorlatilag az egész fővárosi politizálásban. Még ha valamilyen csoda folytán Szentkirály Alexandrát meg is választanák főpolgármesternek, akkor is azt gondolom, hogy ugyanez a rendszer maradna, tehát azt egyetértek Enikővel, hogy egyszerűen azért nem fektetnek bele energiát, mert semmi reményt nem látnak, hogy esetleg megnyernék a választást. Igen, egyébként ez egy tipikus dolog, hogy szeretnek is a vezetők mindig a másikra mutogatni. Azért nem lehet megcsinálni azt a parkolót, mert az nem hozzánk tartozik, azért nem lehet kicserélni a közvilágítást, mert az nem tudom kihez tartozik. Igen, de egyébként te elhiszed, hogy Szentkirályi Alexandra ott fog állni a vonalnál június 9-én? Mert Enikő, ugye, ha jól értem, arra utalt, hogy szerintem nem. Szerintem teljesen elképzelhetetlen. Tehát szerintem ez bele van kalkulálva, és egyébként meg szerintem a Fidesz el is szokott attól, hogy most konkrét programokat dolgozzon ki. Most, hogyha nem a Budapestre vagy az önkormányzati választásokra gondolunk, hanem mondjuk az országosra, mikor volt a Fidesznek utoljára programja? Tehát, hogy... Hát folytatjuk ennyi. Ugye Budapesten ezt nem mondhatják, hát, ahhoz képest, nem hangzik annyira jól. Ez egy mondat, ahhoz képest a 7 pont szerintem egészen vállalható és aprólékos kidolgozás. Én azt gondolom, hogy ez az egész komolytalan. Tehát látva a Szentkirályi Alexandrának a küzdelmeit a közösségi média oldalakon, meg az ehhez hasonló megnyilvánulásokban, nem tudok más mondani. De akkor nem is jóslást kérek, hogy ott fog-e állni, hanem hogy ez alapján mire gondolhatunk, hogy ennyire hülyének nézik az embereket, ennyire nem gondolják azt, hogy tartalommal kellene megtölteni a programot, elszoktak attól, hogy tartalmat kell gyártani, vagy tényleg zavar van a rendszerben és gondolatoronyban. Tehát, hogy valamilyen oknál fogva, és te utaltál Magyar Péterre, őt sem tudták azért eddig még igazán kommunikációs eszközökkel úgy megfogni, mint a korábbi kihívókat, hogy most valami zavar van a gépezetben. Valamennyi van, igen, de én azt gondolom, hogy alapvetően elengedték a fővárost, és nyilván valami más eszközökkel próbálják majd szorongatni, mint ahogy most is mindenféle. Gyakorlatilag így is azt csinálnak, amit akarnak, hiszen létrehozzák ezeket a kiemelt kormányzati beruházásokat, vagy állami beruházásokat, épül a Mini Dubai, vissza fogják venni a repülőteret, hányszor hallottuk már, de hogy gyakorlatilag így is korlátlanul azt csinálnak a nagy játéktérben, amit akarnak, és hát szívjon vele más, már bocsánat, de hogy... És mi lesz a nőkkel? Ugye két asszonyságot már ugye elégetett a politikai oltárán Orbán Viktor, most égeti ezek szerint a harmadikat. Mert azért jó nagy buktát elszenvedni, mondjuk harmadik helyen végezni a kormánypárt jelöltjeként a fővárosban, az mondjuk kellemetlen már, hogyha feltételezik, hogy végül lehet őre szavazni. Akkor Orbán Viktor hivatalossá teszi, pártprogrammá teszi, hogy nem foglalkozik többé nőügyekkel? Mert most így azon gondolkodom, miközben ezt a kérdést fogalmazom, hogy tudunk egyáltalán most még női politikus mondani a Fideszben, aki azért országosan ismert, aki bevethető lenne valamilyen fronton, miután ugye a harmadikat éppen áldozza. Hát szerintem nagyon könnyű szívvel áldozzák be egyébként, nekem nagyon úgy tűnik. Hát, hogyha női politikusokat keresünk a Fidesz környékén, hát most Jelmeci Gabriellát. Nekem ezt kérek. Akartam mondani, igen, hogy most gyerekvédelem kapcsán megint fölmerült Jelmeci Gabriella és bicskanyitogató stílusban nyilatkozott, vagy legalábbis mondott beszédeket a parlamentben.
de én nem tudok senkit. Tehát, hogy így úgy tűnik, hogy Orbán Viktornak ez az irányú próbálkozása a kudarcot vallott, és azt tanult ebből, hogy jobban őkkel vigyázni, jobb, hogyha tényleg ő nem foglalkozik nőügyekkel. Zárjuk le ezt a vonalat, Alexandrát még beáldozzuk, aztán utána. Aztán onnantól nyugi van. Így van, így van. Tehát ne elkockáztassunk. Szuper. Szerintem nem olyan nagy áldozat, tehát, hogy én nem látom ezt olyan tragikusnak, hogy indul és veszít. Ő még egy sokszorosan újra hasznosítható fiatal ember, vagy nő, jól csinálja ezt, kvázi jól csinálja ezt a TikTok bulit is, ami, tehát, hogy most tanultam egy új kifejezést például, hogy, hogy ez a boomer szünet, hogy onnan tudod, hogy valaki nem ez a generáció, hogy például szüneteket tart a TikTok videóiban, mint hogy meg akarja várni, hogy így bekapcsol a kamera, vesz a kamera, akkor most csinálom, mondom, mutatom, tehát, hogy... Ilyeneket mi is szoktunk, azok véletlenül maradnak rajta. Igen, hogy, tehát, hogy ő azért relatíve ebben jó, még akkor is, hogyha mémek ezrei és százezrei születnek a munkásságából, ahogy éppen kenyeret süt, vagy egy csatorna fedélen áll népviseletben, és szétrőkik az agyukat az emberek rajta. De villanykörtét is be tud csavarni. Vagy villanykör, vagy igen, és autót vezet, és angolul is tud. Én azért ezt nem nevezném jónak, tehát én, ahogy ezt elnézem, egy ilyen nagyon erőltetett szenvedésnek látom, amit ő csinál. Tehát szerintem abszolút nem hiteles, nem önazonos abban a szerepben, amit csinál. És szerintem éppen ezért nem tud jó lenni. Uh-huh. Tehát egy ilyen nagyon erőltetett és izzadságszagú az egész, amit ő vele próbálnak tolni. Én ezt látom. Tehát lehet, hogy ő meg tudja ezt majd tanulni. Tehát vannak neki olyan készségei, képességei talán, ami alapján föl lehetne őt építeni, de én most, amit látom, hogy ő mit csinál, meg hogyan szerepel, én ezt abszolút nem érzem hitelesnek és jónak, és én nem tudom, hogy ezzel kit lehet meggyőzni. Tehát... Én is úgy gondolom, hogy elsősorban a trash kategóriában volt itt. Tehát én úgy gondolom, hogy úgy gondolják szerintem, hogy aki a Fideszre akar szavazni, az úgy is rá fog szavazni, hogyha esetleg ő ott lesz június 9-én, aki meg nem, tehát úgy is mindegy, tehát hogy azt hagyjuk, arra nincs energia, most nincs egyszerűen idő, meg kicsit, amiket említettél, hogy szét is esett az egész, és nincs is koncepció. Tehát, hogy a kemény mag majd rászavaz, hogyha oda eljut, aki meg nem, az mindegy. Annak idején Veszprémben mondták ezt, hogy ha egy idomított majmot indítanál a Fidesz, akkor is megszavaznák, és nem szavazták meg, hanem jött Kéz Zoltán, és elvette akkor a Fidesznek a kétharmadát. Szóval egyébként Orbán Viktor mindig ezt mondja, hogy a meccs akkor ér véget, amikor, hát szerintem nem amikor lefújták, hanem amikor ő megnyerte azt a meccset, de hogy nincs hátradőlés. Na jó, meglátjuk, menjünk vidékre egy kicsit, vagy lépjünk az országos ügyek felé. Ugye egy szerdai napon Magyar Péter, hát most meg kell hangoznom ez a név, újra, országjárásba kezdett, Békés megyében járt, Gyulán, Békés Csabán olvastam a kommenteket, hát nem voltak azért 150 ezeren, de a helyiek azt írták, hogy ezek azért eléggé apatikus városok, meg nagyon sokan el is mentek ugye a térségből. Szóval ennyi ember nagyon régen láttak már együtt valamilyen ügyért kimenni, és most nem Magyar Péterezni akarok feltétlenül, hanem inkább arra kérdeznék rá, hogy nyilván tőle nem teljesen függetlenül, hogy szerintetek ez most tényleg azt jelenti ez a mostani jelenség, hogy sikerült megtörni az apátiát az emberek jelentős részében, vagy az áll közelebb az igazsághoz, amit egyébként a klasszikus baloldali ellenzék próbál sugallni minden üzenetében, hogy ez egy pillanatnyi jelenség, egy villanás, egy válságtünet, ami majd le is cseng. Szóval melyik áll szerintetek közelebb az igazsághoz? Szerintem ezt még nem tudjuk, tehát még mindig ez a meglátjuk fázisban vagyunk, és engem például abszolút meglepett, hogy milyen EP jelölteket tudott felsorakoztatni maga mögé, tehát így kb. Így a Bill Gates sírva válogatnak közülük a Microsoftnak a vezetői tanácsába, hogy micsoda elképesztő mennyiségű szürke állomány van ott, és mennyi tehetséges ember. És új arcok. Hol éltek eddig? Hát persze, hogy külföldön. Tehát, hogy azért ez egy elég erős ilyen, hát igen. Tehát, hogy ezek az emberek nem itt élnek, mert valószínűleg nem vitték volna ennyire se, hogyha itthon kellene boldogulniuk. De és az is csoda, az, hogy... Az nyilván gond, hogy elmentek, de hogy az gond, hogy mondjuk ilyen emberek
képviselhetik majd ugye az országot, akik nem feltétlenül töltötték itt az elmúlt 10 évüket. Szerintem ez csak előnyükre váltik. Uh-huh. Tehát, hogy például hisznek még dolgokba, vagy látják, hogy hogy működik az egész nemzetközi körforgás, hogy ezek a diplomáciai testületek, tehát, hogy eleve olyan gyakorlatuk van mindenféle területen, hogy bámulatos. Tehát, és így tényleg nem tudtam, olyan szinten meglepődtem ezen, hogy ez hogy lehet, hogy ennyi idő alatt így összepattintani ezt, mert ugye eddig mindenki azt mondta, hogy jó, hát majd meglátjuk, hogy kiket gyűjt maga köré, mert hiszen ez nem egy one-man show, amire ő készül. Egy darabig eldöcög egyedül a szekér, és majd a karizmája, meg stb. Győz. Azt most már nagyjából látjuk, hogy nem fogják tudni leszedni őt ezzel a családi bulvár sztorival, amiből azt se tudjuk, hogy most mennyi az igaz, és mindenki már sose fogjuk megtudni, hogy kivel volt gonosz, de hát azt már látjuk, hogy nem működött teljesen, tehát nem tudták őt ezzel leszedni, a karaktergyilkosság dugába dőlt, vagy hát még mindig szalad az illető, akit meg akartak merényelni. De vannak mindig... azért sejtelmes üzenetek, ugye a Tisza virágzástól beszél, vagy ír Orbán Balázs, Gulyás Gergelynek is volt egy furcsa mondat a legutóbbi kormányinfó végén. Persze nem tudjuk, hogy a mögött van-e bármi, vagy csak blöff. Nyilván próbálkoznak a karaktergyilkossággal. Kocsis Máténak is volt egy remek interjúja, amit a Telexnek adott most, és azért ő is erősen, vagy hát így lehalkította magát finoman szólva, visszavett ő is az arcából, ami meglepő. Tehát, hogy... De ha már kommunikáció, azért ez a súlyos hiba volt, hogy ráültek erre a vonalra először, hogy ő csak a miniszter feleségének köszönhette a sok milliós állami beosztásait, mert azért az egy... Ha mindannyian tudjuk is, hogy így működik, de hát azért ez igencsak kellemetlen önlelepezés volt. Szerintem egyébként, hogyha apátiáról beszélünk, én azt hiszem, vagy én legalábbis azt érzékelem, hogy februárban egészen új időszámítás kezdődött. Tehát amikor vagy napvilágra került ez a kegyelmi botrány, ugye először, hogy mik történtek a Bicskei gyermekotthonban, aztán pedig, hogy kik voltak ezek a magas szintű vezetők, állami legmagasabb szintig, ugye, akik ebben részt vettek, és a kormány kommunikációjával homlokegyenest ellenkező lépéseket tettek. Tehát szerintem ez egy olyan elemi társadalmi felháborodást hozott magával, ami nyilván könnyebb is volt hozzá kapcsolódni, mint a sokadik korrupciós botrányhoz, vagy bármihez, de lehet, hogy egy utolsó csepp is volt a pohárban, hogy az embereknek már annyira elegük volt, olyan sok téma fölmerült, és olyan sokszor érezték azt, hogy ez már nem lehet igaz, de aztán most jött egy olyan, amihez tényleg mindenki tud kapcsolódni. Tehát amikor gyerekeket, ártatlanokat, életeket nyomorítottak meg, és ehhez képest a legnagyobb, legmagasabb közjogi méltóságig elért ez a dolog, és lehet, hogy ezek megbuktak, de szerintem ezt már nem lehetett a szellemet visszazárni a palackba. Tehát, hogy elindult valami olyasmi, ami aztán szerintem az influencer tüntetésnél volt először látható, hogy itt azért másról van szó, mint egészen mostanáig, amikor néhány százan nagyjából ugyanazok az arcok összegyűltek, különféle tereken, és tüntettek, és aztán ugye hát az influencerek azt mondták, hogy ők nem akarnak politikai irányba semmit lépni, de mégis volt egy ilyen felzúdulás, ilyen felháborodás, aztán jött Magyar Péter, és ez becsatornázta. És aztán ez már szerintem egy ilyen öngerjesztő folyamat, tehát hogy ez halad előre, mert olyan sok ember érezte meg, hogy van remény. Tehát én nagyon sok helyen ezt látom, meg sok emberrel, ha beszélek, ezt érzékelem, hogy a remény, tehát az apátiának a vége. És ezt szerintem már nem lehet visszazárni, mert ez valahol egy kicsit addiktív is, hogy az emberek megérezték, hogy most valami elindult. És nem akarják, hogy ez függetlenül Magyar Péter személyétől esetleg, tehát hogy szerintem akármit mondanak róla, nem fogja elérni ezt a tábort, mert nem akarják, hogy a reményt megint elvegyék tőlük. Uh-huh. Úgyhogy szerintem abszolút vége ennek az apatikus korszaknak. Biztos fel tudnánk idézni rengeteg ügyet az elmúlt évekből, hogy a Google a barátunk alapon sok ilyet találnánk, amikor a sajtó feltárt vidéki mikrosztorikat, amik ilyen csebben a tengerként árulkodtak arra, hogy a helyi hatalmasságok, polgármesterek, képviselők, stb. Hogyan élnek vissza a különböző mértékben, a társadalom különböző szintjén, általában persze az alsó rétegében élő embereknek a helyzetével.
egészen extrém példák voltak ugye erre, tehát most csak már elnézést, de volt olyan ügy is, amikor a polgármester mondjuk szexuális szolgáltatást kért egy olyan nőtől, aki ennek fejében kaphatta meg a segélyt, tehát egészen szélsőséges ügyek is voltak. Most vissza Gyulára egy picit, ugye hogy nem, hát nem tudjuk, ez véletlen művel, de éppen a Magyar Péter látogatás napján jelent meg a Magyar Narancsban egy anyag, egy hangfelvétel alapján. Ugye maga a hangfelvétel 2019-es, tehát még az előző kampány időszakára esik, és Görgényi Ernő polgármester ebben az érintett. Ugye, aki nem olvasta esetleg a cikket, ugye arról van szó nagy vonalakban, hogy egy Galbács Mihály nevű korábbi alpolgármester szembefordult a polgármesterrel, ő külön politikai erőként jelent ott meg Gyulán, egy programfüzetet, szóróanyagot terjesztett a városban a Magyar Posta segítségével, vagy hát őket bízta meg, és a helyi posta vezetésében pedig dolgozott egy fideszes illető, képviselő, bizonyos Torma Béla, ezért is ugye most már ilyen Béla ügyként kezd elterjedni, akit ugye a polgármester számon kér azért, hogy miért nem figyelmeztette őt, vagy hát a helyi Fideszt arra, hogy a politikai riválisok ilyen szóróanyagot terjesztenek a városban, és ugye próbál ez az ember egyébként arra hivatkozni, hogy hát ez mégiscsak az ő munkahelye, meg vannak szolgálati titkok, meg bizalmas információk, ő azt nem adhatja ki, és egyébként is az állását kockáztatná megtenni, és akkor ugye hát a polgármester alig burkolt fenyegetéssel ugye közölte vele, hogy az állásodat akkor kockáztatott, hogyha nem minket szolgálsz lényegében. Ennek a pontos szó szerinti leírata ugye az interneten, vagy a Magyar Narancsnak a honlapján is elérhető. Na most ugye ez is tipikus olyan ügy, amihez hasonlóból azért tucatnyi, vagy százas számban jöttek elő az elmúlt években, és aztán kicsit bosszankodtunk rajtuk, beszélgettünk itt a műsorban, hát ezek azért minden ültek szépen. Visszatér az előző felvetésre. Vajon ezek a mikrosztorik ma tudnak jobban hatni ott helyben? Mert mindig ez a gond, hogy mi itt Budapesten, meg a városokban, ilyen vízfejű módon ezekről beszélgetünk, de hogy pont azokon a helyeken, a terepen, a végeken nem igazán hatottak ezek a sztorik. Visszavezethető ez most abba az irányba, hogy talán az érintettek maguk is jobban foglalkoznak a saját életükkel majd? Szerintem azért, mert eddig, hogyha az emberek ilyennel szembesültek, és biztos, hogy nagyon sok városnak a polgára, választópolgára szembesült ezzel, és nagyon sokan látták, hogy na tessék, ez a Fidesz valódi arca, de legyintettek, mert hát hol láttak volna erre megoldást? Jó, hogyha nem Orbán, akkor Gyurcsány, tehát hogy egyszerűen nem volt alternatíva, de miután úgy tűnik, hogy jelentkezett valaki, aki sem egyik, sem másik, ezért pont a remény, amiről volt szó, úgy tűnik, hogy ezekkel le lehet számolni. Tehát felcsillant a remény, hogy véget érhet ez az időszak, amikor ezek a maffia főnökök kis királyok uralkodnak. Tehát szerintem pont ezért fog hangosabb lenni. Én nem vagyok ennyire optimista, mert hogy helyben azért teljesen más ökoszisztémák működnek, tehát azt tudjuk, hogy a nem tudom én kinek a kicsodája, meg a gyerekkora óta ismerem, meg öreg anyám, nem tudom én, szomszédjának a kutyájának a nagybátyja, vagy nem tudom, tehát hogy teljesen más viszonyok vannak, egészen szürreális így nem a fővárosból nézve, hogyha így bele zoomolsz egy ilyen történetbe, tehát mint ahogy Borkai Zsoltot újra választották, és most is éppen a nagy visszatérését készíti elő, és simán látok rá esélyt, hogy behúzza, mert hogy ott helyben az emberek úgy gondolják, hogy ő már nagyon sokat tett a városért, tehát hogyha ez a remek ember, akit fenyegetőzött, esetleg más dolgokat, mondjuk nem követett el nagyobb disznóságokat, vagy az emberek nem tudnak nagyobb disznóságairól, akkor simán ő is marad a helyén, mert nem lesz más. Tehát, hogy a helyi viszonyokban nem is találnak már nagyon embert, ugye keresnek a Magyar Péterék, keresnek mindenféle független polgármestereket, akik hajlandóak lennének velük együttműködni. Egyszerűen nincs ember, aki belépne a helyi politikába, azokon kívül, akik már amúgy is ott vannak, és ott aztán tényleg mindenki volt már mindenfelé. Most ugye azt is halljuk, hogy a volt fideszes polgármesterek független színekben indulnak, hát tök jó, tehát ez mint egy olyan végtelen matrióska, és akkor őket kitömik mindenféle civil alapokkal, meg, tehát hogy csak a pénz menjen hozzájuk,
eddig fideszes volt, most nem fideszes, vagy eddig nem volt fideszes, most fideszes lett. Ezek gyakorlatilag helyben nem relevánsak szerintem annyira, mint ahogy a majomra is már most vagy szavaznak, vagy nem, hogy fideszes, de gyakorlatilag teljesen más beágyazottságok vannak, én azt látom, vannak elmozdíthatatlan emberek, vannak, akik mondjuk amellett, hogy politikai karriert csinálnak, mondjuk a helyi munkahelyeknek a nagy része fölött rendelkeznek, vagy akár, tehát ugye ilyen többes tisztségekben vannak benne, nem nagyon lehet őket eltüntetni. Szerintem azért én ezzel vitatkoznék, lehet, hogy túlságosan optimista vagyok, de én azt hiszem, hogy a vidéki városokban is mindenütt megvannak azok a, mondjuk azt, hogy az értelmiségiek, akiknek elege van ebből. Tudom, hogy nem sokan vannak, akik teljesen függetlenek tudnak minden városi viszonytól lenni, de akkor is, annak idején már Hatházi Ákos is mondta egyébként, hogy meg kell találni minden városban, és mindenütt vannak azok, akik elégedetlenek. Vagy azért, mert esetleg valahol rosszul jártak, vagy azért, mert látják, hogy ez tarthatatlan. Tehát szerintem mindenhova, tehát nem szabad ezt föladni, hogy úgyis ugyanazok jönnek vissza. Szerintem megvannak azok az emberek, akikre lehet számítani, és akik esetleg eddig háttérben voltak, mint hogy most az EP jelöltekről beszéltünk, hogy hol voltak ezek az emberek. Tudom, jó, többségük külföldön van, persze, de szerintem azért helyben is vannak, és lehet, hogy most sokan reményt kapnak abból a szempontból, hogy lehet, hogy eljött a mi időnk. Tehát lehet, hogy ellent lehet mondani. Lehet, hogy már a fideszes polgármester is úgy fogja érezni, hogy hú, hát ciki egy kicsit, hogyha kiről, ez így folyamatosan. Mi lehet, milyen hanganyag lehet, vagy bármilyen igen, hanganyag, ki ami tudja, nem jött ki most, hát, ha igen. Megmozdult valami. És egyébként szerintem erről a fideszesről is azért nem árt, hogyha elhangzik, hogy ennek a Görgényi Ernőnek is nem csak ez a disznóság van a számláján, hanem például ő volt az, aki annak idején 2020-ban a Covid idején rémhírterjesztésért följelentette a helyi Kossuth kör egyik aktivistáját, mert az megírta, hogy a gyulai kórházban nem tudom, több mint 1000 ágyat felszabadítottak, súlyos betegeket küldtek haza, ami egyébként alapvetően igaz volt, de ezért ő feljelentést tett, a rendőrség kiszállt hozzá, teljesen eltúlzott módon házkutatást tartottak, lefoglalták a számítógépét, rabosították, kihallgatták, aztán két nap után kiderült, hogy hazamehet, mert semmi nem történt, és egyébként ez a, hogy is hívták? Csóka Szűcs János szerintem jó, hogyha megemlítjük, mert ő egyébként 2022-ben meghalt, és nem érhette meg, hogy 2023-ban a kúria kimondta, hogy már pedig az egész előállítása és vele szemben indított eljárás nem csak, hogy alaptalan, hanem jogellenes volt. És ugyanez a polgármester, máig a polgármester, és megint ő jelentkezik, hogy ő szeretné folytatni a város vezetését, és ilyenek vannak, és nem tudjuk, hogy még mik, ugye, tehát akik ilyen maffia-szerűen működnek, és így vezetnek várost, és ilyen utasításokat tesznek telefonon, hogy már pedig a munkahelyedet veszélyezteted, azt tudjuk, hogy annak nem ez az első, vagy ennek egy begyakorolt módszere. Úgyhogy én azt hiszem, hogy azért sokan úgy érezhetik most, hogy lehet, hogy ezek visszavesznek egy lépést, és lehet, hogy eljön a mi időnk. Igen. Ez a vágy az talán túlzás volt Gyula vonatkozásában, de egyébként nagyon jó, hogy felvetetted ezt, nem is emlékeztem. Az ügyre emlékszem, csak nem kötöttem össze, hogy valóban volt ez a fejlentés. Igen, bocsánat, 117, vagy nem ugye tudom. Ugye két idősebb úriembert is ugye elvezettek akkor egymás után, ezért tényleg sokunk agyába beleégett az a kép, hogy hajnali 6-kor a 6 rendőr kíséri el, egyikük ugye adási mozgáskorlátozott volt. Igen, ez az ember, tehát, akit említettem, ő pont az volt, és aztán amikor kiengedték, ott kiengedték, ahol ugye rabosították, ami kilométerekre volt az ő lakhelyétől, nem volt nála telefon, mert azt lefoglalták, a feleségét nem tudta értesíteni, aki egyébként amúgy sem vezetett autót, tehát hogy ilyen olyan embertelen dolgok voltak, jó, lehet, hogy apróságok, de szerintem ezek annyira meghatározzák, hogy egy országban milyen a hangulat, vagy hogy érzik magukat az emberek. Tehát szerintem olyan sok mindenkinek elege van ebből, hogy legyen már ennek vége, legyen már ezeknek a kiskirályok uralkodásának vége. Na ezt is majd megtudjuk június 9-én, hogy merre mozdul az ország. Elmozdíthatatlan emberekről beszéltél. Balogh Zoltán. Én 100-nál több református értelmiségi aláírt már egy nyílt levelet, vagy petíciót, nevezzük bárminek, amiben lényegében ugye az ő távozását, lemondását kérik, követelik. Azért a református egyházon belül is nem azt mondom, hogy többségben vannak, mert ez nagyon távol áll az igazságtól, de azért hallható az a hang, miszerint Balogh Zoltán
igen káros az egyház számára, igen káros az egész keresztényi konzervatív eszme számára. Azt mutatja, hogy az egyházak a politikai kapcsolatokért és a gazdasági előnyökért, pénzügyi előnyökért beáldoznak minden mást. Magyarán ez az ember, aki szimbólumává vált az egész kegyelmi ügynek, távozzon végre. Menjen, ahol akar, csak el. Én ezzel egyet tudok érteni. De vajon van-e arra esély, hogy ez meg is történjen? Vagy meghosszabbítják Balogh Zoltánt is Bicskéig? Én azt gondolom egyébként, hogy a magyar jelenségnek jelentős fűtőanyagot ad, ahogy a Fidesz pont a kegyelmi botrányt kezelte, kezdve ugye a két női politikus elmozdításával, ami volt a szikra, hogy hivatkozik magára Magyar Péter is, de hogy egészen addig, amíg ezt nem rendezik, és ebbe beletartozik Balogh Zoltánnak a hogy ne is jöjjön már vissza a kolostorból, hanem maradjon ott elmélkedni, ahová elvonult című története. Tehát, hogy nem történt meg az a tisztogatás. Ilyen megtörtént, hogy Orbán Viktor odaállt a kamera elé, és azt mondta, hogy én mislikbe aprítanám, stb. Kevés, sajnos tényleg az embereknél olyan szinten átvitte az inger küszöböt, hogy mi történhet az országban tényleg a gyerekekkel, és aztán itt garmadával dőlnek ki a szekrényből a különböző gyermekbántalmazási ügyek, azóta is, és tele van velük a sajtó, és egyszerűen nincs az a normális ember, akinek ne fordulna fel a gyomra ettől, és ne kelljen tényleg heveny hányingerben fetrengenie, és az összes ember, akinek ehhez bármilyen köze is volt, ráadásul ilyen szinten, mint Balogh Zoltánnak, annak igenis el kell menni a közéletből, és teljesen, mondom, egy kolostorban kódexet másolni, vagy valami. A civileknek volt is egy javaslata, nem Balogh Zoltán eltávolítására, hanem a gyermekvédelem megerősítésére, meg egyáltalán nem csak a gyermekvédelem, hanem ugye a családok, nagycsaládok megerősítésére, például ugye a családi pótléknak a 2008 óta aktuális megemelése is ebben benne volt, ezt most lesöpörte az illetékes bizottság, te ott is voltál a parlamentben. Így van. Hát ugye pont az elemi felháborodás, amiről beszélünk, az késztette a szakembereket és a területen dolgozó gyermekvédelmi szakembereket arra, hogy itt már valamit csinálni kellene. És hosszú heteken át ezen dolgoztak egyébként a civil bázis és az országos közös akarat vezetésével azon, hogy egy átfogó javaslattervezetet dolgozzanak ki, és ez ilyen országosan átfogó munka volt. Tehát sok konferenciát rendeztek, én is voltam néhányon, és tényleg olyan dolgok hangoztak el, olyan gyakorlati szempontok, amit, tehát ott vannak azok az emberek, és jönnek az ország különböző pontjaira, és elmondják, hogy egyszerűen tarthatatlan ez az egész, és olyan jó, hogy valahol elmondhatjuk. Tehát ez a civil bázis, amit csinált, ez valahol az állam feladatát végezte. Az államnak kellett volna összehozni ezeket a szakembereket, a civil és a szakmai szféra képviselőit. De nem, jó, ők ezt elvégezték, készítettek egy átfogó anyagot, és a Horgas Péterrel beszéltem, a civil bázis vezetőjével, aki azt mondta, hogy egyébként ő hetek óta próbálja a fideszes politikusokat elérni, és leülni egyáltalán, hogy üljenek le, és beszéljenek erről a javaslattervezetről. Tehát ez nem egy ilyen hasra jutunk, és akkor valamit leírtunk, hanem ez egy nagyon komoly munka eredménye. És azt mondja, hogy körülbelül olyan visszajelzéseket kapott, hogy hajrá, Horgas úr, csak így tovább, nagyon jó, remek, De be és nem is ültek levele. A parlamentben aztán az egyik fideszes képviselő, talán a Pest Imre a igen. Társaságnak, hogy a gyerekeket felhasználják, az amerikai nem tudom milyen dollár baloldal érdekének, valami szokásos sablon szöveget megkapta. Ebből a tervezetből végül is az ellenzéki összefogással lett egy ilyen országgyűlési határozati javaslattervezet, és azt bevitték az országgyűlésre, és ott voltam ennek a tárgyalásán, hát a Fideszből körülbelül 5-6 ember volt jelen, és egyszerűen olyan hozzászólások voltak, hogy így nem akartam elhinni. Ugye nagyon sokat foglalkoztam ezzel a témával, és nagyon sok olyan helyen is jártam, ahol érintett családokkal beszéltem. És engem például iszonyúan megdöbbentett, hogy amikor az egyik ellenzéki képviselő arról beszélt,
hogy a hajdúhatházi eset, amiről ugye írtunk mi is, és ott voltam a családnál, és ennek a részleteit magyarázta, akkor Hollik István és Fazekas Sándor, fideszes, illetve KDNP-s képviselők bekiabáltak, hogy hazugság, hazudik. Tehát, hogy ez olyan szintű, nem is tudom, hogy gonoszság, vagy tudatlanság, tehát legyünk jó indulatúak, lehet, hogy nem hiszik el, de hát azért ezek tények valahol. Meghalt egy 2 éves kisfiú, mert a nevelőszülők halálra verték. És képesek a parlamentbe bekiabálni, hogy ez hazugság. És lesöprik az egész javaslatot, és arról beszélnek, hogy valójában milyen csodálatos a csok, milyen jó adórendszer van, ami a családokat segíti. Selmeci Gabriella felolvas részleteket az alaptörvényből, hogy lám, ez a mi értékrendünk, és Gyurcsánynak a 2006-os szemkilövetéséről beszél, tehát hogy egyszerűen... És akkor ne felejtsd el Hende Csabát, aki azt mondta, hogy aki nem dolgozik, ne is egyéb. Így van, így van. Tehát az is egy botrányos volt, és az egészet a végén lesöpörték a Népjóléti Bizottságban, tehát a civileket nem is hagyták szóhoz jutni, nem engedték, hogy kifejtsék, hogy itt miről van szó, és leszavazták a tervezetet. Tehát ebből a sok hetes munkából, amit az egész ország szakemberei kidolgoztak, semmi nem lett. Ki lehet dobni a kukába, köszönik szépen, nincs itt semmi látnivaló. Majd ők szigorítanak, bocsánat, néhány büntetési tételt, és akkor azzal le van tudva az egész. Szerintem nem megy a kukába. Tehát én látom, hogy lesz ennek még jövője valószínűleg. Hát legyen igazad. Tehát biztos, hogy nem megy a kukába. Minden ilyen munka rendkívül fontos, és egyszer majd csak eljutunk odáig, hogy nem úgy viselkednek a kormánypárti képviselők, mint az ilyen tipikus bulik. Tehát, hogy akik a kevésbé, nem tudom én, tehát hogy már eleve az, ahogy a civilekkel viselkednek, vagy ti is tudjátok, ahogy az ellenzéki, vagy a független sajtóval viselkednek, ugyanez a nagyon gáz, nagyon ilyen, most nem akarok nagyon ilyen durva jelzőket használni, de hogy egyrészt ilyen óvodás szintű, bekiabálós, de hogy lassan így kezded azt érezni tényleg, hogy ez mennyire fáradt, elfáradt ez a dolog. Tehát, hogy eddig lehet, hogy működött, de most már ez viszont nem látom, hogy ez működne, tehát hogy ez ilyen nagyon gáz szint. Meg ugye annyi különbség van a korábbi esetekhez képest, hogy amikor a jogállamiságról volt szó, vagy a igazságszolgáltatásról, vagy a sajtóról, ezek persze mind nagyon fontos dolgok, nem debecsülni akarom, de lássuk be, hogy a nagy átlag állampolgárt azért nem foglalkoztatják napi szinten az ilyen ügyek. De amikor mondjuk a gyerekekről van szó, az talán egy picit jobban megérinti a nagy tömegeket, és amikor azt látja, hogy itt mondjuk egy gondozott gyermek mondjuk öngyilkosságot követett el, vagy hogy milyen állapotok uralkodnak ezekben az intézetekben. Tehát ezek a klisék, amiket ugye az Enikő is sorolt, meg te is említettél, ezek talán nem lesznek annyira hatékonyak most, mint korábban az elméleti jellegű vitákban. Hát igen, de közben meg az ilyen elvont fogalmakat úgyis csak egy vájtfülű közönség érti. Az egy más kérdés, hogy ki ez jut el. Igen, úgyhogy... De minden esetre az, hogyha valaki így viselkedik, azt szerintem az bőven elég. Tehát, amikor valaki demonstrálja, hogy milyen, nem tudom én, bárdolatlan, és milyen, nem tudok más mondani, ilyen buli. Tehát, hogy aki így másokra rákiabál, meg ilyen, nagyon gáz. Szóval, és szerintem ez egy idő után tényleg nem fog tudni működni, de hát ezt megint csak egy zárt kör látja, mert hiszen te voltál bent a parlamentben, ez szerintem ez egy bizottságülés volt, nem? Tehát, hogy ezt nem adja a tévébe. Plenár is először, és utána a bizottsági. Nyilván nem jutott el sok emberhez, de szerintem minden ilyen, amit említettél Hende Csaba megszólalása, szerintem ez most már mind kontraproduktív. Tehát pont az ellenkezőjét érik el azzal, amit akarnának, hogy lesöpörjük, és ne legyen napirenden ez a dolog. Szerintem inkább egyre nagyobb a felháborodás, hogy lehet ilyet mondani, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék a családi pótlékemelés kapcsán. Meg hogy a Gyurcsány kormány bűneit soroljuk, amikor gyerekvédelemről kellene beszélni, hogy ugye 14 éve ők uralkodnak. Orbán Viktort említetted, aki miszlikbe aprítaná a bizonyos figurákat, hiszen ő egy utcai harcos, tehát nyilván meg is tenné ezt. Van Orbán Viktornak egy remek barátja, nem sok van neki Európában, de egy még biztosan van, Vučić elnök Szerbiában, aki nyíltan beszélt a halálbüntetés esetleges visszaállításáról Szerbia vonatkozásában. Történt ott is egy borzalmas eset, egy szerelőcsapat, vagy két
középkorú férfit azonosítottak, elgázoltak egy kislányt, aki egyébként túlélte a gázolást, de megfojtották, kidobták egy szeméttelepen, egészen borzalmas ugye az ügy, ez egész Szerbiát ugye, sokkolta ez az eset, és ennek kapcsán beszélt ugye Vučić a halálbüntetés lehetőségéről, ami aztán átjött a magyarországi nyilvánosságba is, főleg a kormányzati nyilvánosságba, például autóban ülve a Kossuth rádióban én is hallgattam a betelefonálós műsort, ahol hosszú időn keresztül ez volt a fő téma. Természetesen minden betelefonáló követelte a minél kegyetlenebb halálbüntetésnek a visszaállítását. Nem hallottam, hogy elhangzott volna ellenérvként egyébként most túl a keresztényi mentalitáson meg, hogy kinek vehetél az életét. Az az érv, hogy akkor, amikor még volt halálbüntetés Magyarországon, egyébként szám szerint sokkal több gyilkosság történt, mint most. Az emberek többsége azt gondolja, hogy most brutálisan sok gyilkosság történik, egyébként ez nem igaz, tehát minden sok persze, de jóval kevesebb történik most, mint mondjuk 40 évvel ezelőtt. És egész Európában, ahol nincs halálbüntetés, ott egyébként összességében jóval kevesebb a gyilkosság, mint a világ más részén. Bocsánat, nem akarok mindent erről én elmondani. Lényeg a lényeg, hogy megint bedobták a halálbüntetés ügyét. Korábban Lázár János is beszélt nyíltan arról, hogy amúgy pártján lenne. Mit éreztek, hogy ez most egy ilyen gumicsont, vagy az Európai Uniós tagsága nem is fér össze, de mindegy, ezt most hagyjuk is, de egyébként ez a halálbüntetés ügye szerintetek bekerülhet-e most ugye a közbeszédbe jobban az eddigieknél? Szerintem gumicsont, és nem. Tehát, hogy ez így kifújt azokkal, akik elmondták a véleményüket, a többiek arra se vették a fáradtságot, hogy betelefonáljanak. Tehát szerintem ennyi. De ezzel lenne egy felmérés országosan, azért valószínűleg megszavaznák, nem? Nem. Én kizártnak tartom. Nem? Azt mondod? Abszolút kizártnak tartom. Igen? Igen. Tehát azért bizonyos dolgokban nem vagyok túl idealista a magyar népléleket tekintve, de ebben abszolút azt gondolom, hogy ez egy totális európai alap, hogy nem nyírunk ki senkit se. Inkább még a gyelembercsempészeket is elengedjük. De hogy... Tehát, hogy így nem. Én is azt gondolom, hogy ez most azért van bedobva, hogy egy kicsit elvigyük a fókuszt arról, amik az igazán nagy problémák a Fidesz szempontjából. Nyilván lehet ezzel hergelni, és különösen a fideszes kemény maga az, aki abszolút rezonál erre, és nagyon, nagyon szereti, és vért kíván. Igen. De hogyha már említetted is ugye a keresztény hozzáállást, és a konzervatív értékrendet, ugye itt arról van szó, hogy na már pedig akkor halálbüntetés. Érdekes módon, amikor például Karsai Dániel felhozta az eutanázia ügyét, akkor teljesen ezt el kell vetni, tehát akkor nem szabad senkit meggyilkolni. Jó, tudom, nagyon messze van ez a kettő, tehát azok, akik a kislányt meggyilkolták, és egy eutanázia azért nagyon távol van, de most akkor tényleg keresztényi értékrend alapon döntünk, hogy halál vagy nem halál. Másrészt pedig ugye jogi alapvetés, hogy nem a büntetési tételek szigorúsága az, ami segít abban, hogy kevesebb legyen az a bűncselekmény, hanem inkább a felderítés hatékonysága. Tehát, de ez már megint olyan bonyolult üzenet, ami a fideszes kemény magon jó eséllyel nem fog átmenni, úgyhogy tök jól lehet ezzel hergelni. Szerintem itt erről van szó, úgyhogy... Egyetértek ezzel, de nem hiszem, hogy ennek most lesz táptalaja, tehát most egészen más a közhangulat. Meg ezek baromi drága dolgok, az az igazság. Tehát, hogy ilyeneket bevezetni, és úgy, hogy az jogszerű legyen, meg etikus legyen, tehát, hogy alapvető állami szolgáltatások nem működnek, nem, hogy ilyen luxus dolgok. Ők ugye azzal érvelnek, hogy 20-30-50 éven keresztül börtönben tartani elítélteket. Szerintem az még mindig olcsóbb egyébként nekik, mert hogy tudjuk, milyen börtönviszonyok vannak, még mindig olcsóbb nekik, mint hogy egy, tehát hogy már csak tudjuk, Amerikában ugye azokban az államokban, ahol van halálbüntetés, az, ez egy borzasztó nagy összeg. Hát hol találsz egy olyan embert, aki ezt szakképzetten végrehajtja, és ott is állandóan problémák vannak, de mindegy, szóval, hogy én azt gondolom, hogy ilyenekben nem, ilyen költségekben sem vernék magukat, meg ilyen szabályozásokba, ezek borzasztó problematikus dolgok. Hát millió egy hollywoodi film készült arról, hogy
hogy kifejezetten utaztak arra, hogy kijátsszák a rendszert, és ártatlanul elítélték, és kivégezte Kevin Spacey, ugye, szép ember ő is, legalábbis még nem tudom, hogy felmentették-e vagy sem a mindenféle szexuális zaklatás vádak alól, de hogy neki volt egy ilyen filmje, amiben konkrétan, és hát ne rengeteg példa van rá. Volt. Harrison Ford meg. Harrison Ford is, igen. Szóval, hogy rengetegszer tévesen végezte ki valakit, szerintem ezt nem kockáztatja már senki, aki már megszabadult a halálbüntetéstől, az már nem fogja visszahozni, és a Vucic is szerintem csak gumicsontnak dobta be, mert neki is vannak azért nagyobb bajai most éppen. No, hát köszi, hogy jöttetek. Vidám témákról beszéltünk most is, de hát végül is az optimista és a pessimista összecsapása. Szerintem alapvetően mi nagyon sok mindenben egyetértünk, tehát hogy ilyenekben nincs vita köztünk, én is nagyon drukkolok, hogy jöjjön változás. A kicsit Lendva Ildikóval értek egyet, aki azt írta, hogy azért is drukkol Magyar Péternek, mert szívesebben lenne az ő ellenzéke, mint Orbán Viktoré. Hát kell valamerre elbosszulni. Ez a Népszavában jelent meg ez a cikk. Igen. Érdemes elolvasni egyébként valóban. Arra is utal egyébként, hogy milyen minőségi különbség van. Hát nem gondoltam, hogy én Lendva Ildikót dicsérni fogom, mondjuk 20 éve ez merült még fel bennem, de hogy egyébként milyen minőségi különbség van bizonyos mostani baloldali megnyilvánulások és az ő megnyilvánulásai között. Tehát érdemes valóban elolvasni, nem kell vele egyetérteni, de hogy ő legalább nem indulatból nyilatkozik, az már mindenképpen egy érdem. No, köszi. Akkor még egyszer. Ennek is köszönjük a figyelmet. Magyar Hang, mutatom ismét. Kérjük, hogy vegyék, olvassák a lapot, és természetesen a Népszavát is olvassák. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Minden jót, viszontlátásra. Viszontlátásra.